Jó estét kívánok! 1952-es ősbemutatójától kezdve egy folytában 62 éve van színpadon Londonban Agatha Christie egérfogója. Az izgalmas krimi drámát most a Zentai Magyar Kamara Színház társulata is színre vitte Kálló Béla rendezésében. Van egy ilyen közhely, hogy nem a cél a fontos, hanem az út. És azt gondolom, hogy ebben a darabban is az egy nagyon meghatározó dolog, hogy az út maga, amíg eljutunk a végkifejletig milyen, és tulajdonképpen ez az, amit a nézők élvezni tudnak, és hogyha mi jól csináljuk a dolgunkat, akkor bennük történik az előadás, nem csak a színpadon. Folyamatos izgalom, folyamatos kételkedés, gyanúsítgatás, ami egy nagyon érdekes szint ad ennek az előadásnak, hogy nem csak itt fönn történik a dráma, hanem lent is a nézőtéren. A taxi nem lehet bejönni, de így megállt a külső kapunál. Számomra olyan téren okozott nehézséget, hogy ne lépjem át azt a határt, mert hogy nem szabad túl játszani, vagy nem is lehet kevés. És azt a finomságot megtalálni benne, azt a középutat, ahol ugyanakkor ez a panzió vezetője nem bánhat a vendégekkel akárhogy, ugyanakkor meg történnek dolgok, azokat meg figyelembe kell venni. És ez a kettőség is, ez volt számomra egy kicsit nehéz, hogy megtaláljam ezt a középutat, hogy visszafojtott, ugyanakkor belül, inkább az emberbe magába van az a feszültség, és nem jön annyira ki. Nehéz volt. Nehéz volt, mert nem mindig éreztük a mértékét, azt, hogy mennyire kell, vagy hogy csinálsz úgy feszültséget, hogy az hát, hogy tényleg feszültség legyen, és ne egy megjátszott valami. Hát néha átestünk a ló túloldalára, néha nem ütöttük meg. Ez még az utolsó próbákon is így van, hogy így ingázik az előadás, megél jó napokat, megél rossz napokat. Aztán, amikor rájön a nap, akkor oda teszed magad, és oda tesszük mindannyian, és megpróbáljuk összehozni. A legfontosabb, hogy úgy nagyon együtt vagyunk. Tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult szerkezete, de határozottan, pontosan kicentizett szerkezete van ennek az előadásnak, ami ugye megvan, viszont ezt minden egyes alkalommal meg kell, hogy töltsük, úgymond fel kell, hogy szabaduljunk, éltetnünk kell, és akkor ez kicsit nehéz ez a nagy-nagy matematika mellett, ami viszont nélkülözhetetlen ebben az előadásban, egy ilyen krimiben. Ez egy külön koncentrációt is, és energiát igényel, persze, ez szóval nem lehet egy percben se nem lehet pihenni. Az ember folyamatosan, ha nincs is színpadon, a színfalak mögött benne kell, hogy legyen, élnie kell együtt az előadásra, együtt kell lélegezni az előadásra, mert csak így működik. Nagyon precíz, nagyon pontos, egymásra épülünk. Ha valaki elcsúszik, vagy mást mond, később jön be, ezek most ilyen banális dolgok, de hogy ezek előfordulnak, akkor fönnáll a veszélye, hogy elcsúszik az egész. A férfira terelődött, akit nem sokkal ezelőtt a Kálló utca tájékán látta. A férfi sötét felöltőt, világos sálat és puha kalapot viselt. A rendőrség több ízben rádió keresztül hívta fel a lakosság figyelmét a bűntére. Remek személy leírás, akárkire rájönik, nem igaz? Meggyilkoltak. A koncepció része, vagy közben kialakított megoldás az, hogy két főszereplője van az előadásnak? Adott a dolog. Az, hogy 9 színész van Zentán, és 8 szerepes a darab. Startban az volt a kiinduló pont, hogy 9 emberre találjunk darabot. Hát Agatha Christie erre nem nyújtott megoldást, nekünk kellett nyilván ebbe a dologba illeszkednünk, ezért a 8 szerepre 9 színész szereposztását kellett kitalálni, így kettőztük le tulajdonképpen az egyik szerepet, mondhatni a nagyobb szerepet. És nagyon hálás vagyok ezért a megoldásért, mert így 2 ember kapott ugyanolyan lehetőséget egy nagy szerep megformálására. Az mennyiben nehezítette pluszban a dolgotokat, hogy 2 főszereplővel próbáltatok? Szerintem ez csak jót tett a darabnak, és nekünk is, mivel dupla annyit kellett próbálnunk. Az utolsó héten már szépen nyugodtan tudtunk egyben, egészben lemenni, kisebb problémákat átbeszélni, javítgatni rajta is, és így gondolom, hogy ezért. Ebben a másfél hónapban, vagy talán rövidebb időszakban nem volt túl sok időnk,
két embernek kellett próbálni a társulattal. Ez azt jelenti, hogy nekik fele annyit, tehát egy rövidített próbamenetben, a társulatnak meg ugye két emberre kellett dolgoznia, tehát így nehéz is volt. Nekik már kevesebb próbát kaptak, a társulatnak már minden duplán kellett csinálniuk. Azzal, hogy hál' Istennek kihívást jelentett, hogy mivel két különböző emberről van szó, ezért a személyiségjegyeket is ehhez a figurához belőlük építettük ki, ezért egy picit más is lett az előadás. Tehát mondhatni azt, hogy ha az ember eljön egyszer az egyikre és egyszer a másikra, akkor igen komoly különbségeket is észre tud venni. A rosszorszomat elkapta a hóvina, vakító fehérség között, azt sem tudtam, hol vagyok, mert azt hittem, ott vagyok meg. Aztán fogom a kis táskámat, átfelküldöm a magot, egyszer csak megpipantok itt a rácsos kaput, mondom, itt emberek vannak, meg vagyok mentve. Kétszer is elakadtam a hófúvásra, amíg idáig értem. De végre itt vagyok, és már a barúra, de... Kaptok egy szobát? Persze. Ente csáv, milyen szobát? Várjunk. A próba folyamat csodálatos volt, nagyon jól éreztük magunkat, intenzív, rettenetesen rövid, de nagyon produktív volt, és a Bécivel próbán, ezzel nem akarok senkit megbántani igazán, de nagyon régen volt már ilyen jó próba folyamatom, és ezt tényleg őszintén tudom mondani. A Bécinek a kreativitása tényleg a csillagokat súrolta, és nagyon jó volt az oda-vissza játék a próba folyamaton, és öröm volt bejönni a színházba. A próba folyamat nagyon izgalmas volt, és úgy éreztem, hogy nagyon sokat tanultam a kollégáktól, a rendezőtől, a Káló Bélától, és azt hiszem, hogy nem csak krimi műfajban fogom ezt tudni használni, hanem minden más előadásban is tudok majd meríteni ebből a tapasztalatból. Így, olyan fülben mászunk is, melódia, van benne valami, hogy is mondjam, valami nem balonázó, nem gondolsz? Szerintem köszönöm. Mégis megragad bennünket, mint a bogát. Valaki fütyült épp a házba. Fütyülte mellett? Azt nem tudom bizonyosan. Talán itt a balban? Vagy az emelet? A lépcső. Van egy hálószobát. Ki fütyülte a három vak kisegyet? Ezt csak az ujjától szoktam, Mr. Parecsi. Nem, főfelegyek. Látom, elég elindulni. Nem szoktam. Folytosan ilyen, de hát zongorát. Egy ujjat. Így. Tapa. Aztán meghallottam a rádiót, nagyon hangosan szólt a zene, valaki megpróbálta túlkiabálni, és még... Számomra az, hogy ennek a Christopher nevű karakternek megtaláljam a mozgató rugóját, hogy mi az, ami őt élteti, hogy milyenek a reakciói a társai felé, vagy hogy mit miért csinál, és ezek. És nagyon-nagyon mélyen bele tudtunk menni. Na, ezek a váltások még mindig nehezek, tehát még úgy érzem, hogy még mindig van mit benne hozzárakni. Mondjuk például egy nagyon drámai jelenet után rögtön jön egy kicsikét föllazítottabb, konkrétan egy vihorászós jelenet, és akkor ott nem mindig jön össze az a bizonyos lazítás. Nyilvánvalóan igyekszem, amennyire csak tudok, de hát vannak ilyen nehézségei. Az a legnagyobb nehézség, hogy ne általános legyen, tehát hogy végigviszel egy szerepet, és hogy azokat a színeket, azokat úgy tényleg magadévá tegyed, és tényleg minden egyes este azokat megvalósíts. Ha nem így jön össze, az nem feltétlenül rossz, csak egy általános lagybatag valami. Úgy, mint a darab, ahogy szól az utazásról, már olyan szempontból, hogy az út, a nézőnek az útja, úgy nekünk is fontos út volt ez, a próba folyamatot tekintve. Nagyon sok mindent megtanultunk, még nem csináltunk ilyen jellegű előadást soha, így közösen se, de külön-külön se, azt hiszem mondhatom mindenkinek a nevében. És nagyon sok tapasztalatot szereztünk magunkkal kapcsolatban, a színház csinálással kapcsolatban, az egész krimi műfajjal kapcsolatban, mint olyan. És ez nagyon örömteli dolog volt számunkra, azt hiszem mondhatom. A munka lehet pihenés is, ha kézi munkáról van szó. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Bácskosudfalvi Tarka Virág kézi munkacsoport. Se tiszta búzát, válogat a vadgalam, szí-
szépen szól a Kossuth-falvi nagy harang. Azt kongatja harangozza, mind akit odalára. Sejt szerettelek, kis angyalom hiába. Azt kongatja harangozza, mind akit odalára. Sejt szerettelek, kis angyalom hiába. Jó hangulat van elsősorban, tanulunk egymástól, megnézzük egymás munkáit, cserebere van, ilyen elkávézunk, tejázunk, és akkor jó hangulat van, ez megnyugtató mindenkinek, ez a két óra hossza, amit együtt vagyunk. Mindenki, mikor elkezd valamit hímezni, ugye előbb veszi a modern részét, ami abba az időben, vagy erre a korra jellemző, ami ő neki tetszik, és aztán jövünk rá, hogy valahol az őseinknek is köszönhessük az egészet, és nyúlunk vissza az ősi motívumokhoz, és tértünk vissza így a fehér hímzéshez, a lyuk hímzéshez, és most ugye legutóbb a kun hímzéshez. Hát talán a legtöbb a fehér és a lyuk hímzés. Ez valahol nem is olyan nehéz. Kedvelik az asszonyok, tehát van benne egy kis töltés, és egy kis némelyikbe sok luköltés, vagy akár a riselő a kis lábacskákkal, és nagyon mutatós, és bármelyik lakás dísze és éke lehet egy-egy ilyen terítő. Hát mivel nagyobb létszámú csoportról van szó, és kizárólag asszonyokat tagjai, igen aktívan részt vesznek mindenféle tevékenységben, tehát az mellett, hogy ők gyönyörűen hímeznek, és a kézimunkái gyönyörűek, és jó a kézügyességük, ez mellett a közösségi életben is aktív résztvevők, tehát bármiről legyen szó, tehát akár a gyerektáborba kell egy kis segítség, vagy egy munkaakción kell, hogy részt vegyenek, ez nem kérdés náluk sohasem. A mulatságról van szó, szintén ott vannak, tehát aktívak, és mindig benne vannak mindenféle munkában és munkában is. Ugye mink már a háború ide alatt, akkor voltam a 8 éves, akkor ott az anyukák, azok kézimunkástak már a tatáink vagy apáink oda voltak a háborúba, és akkor én már 7-8 éves koromban elkezdtem kötni, varni, és attól kezdve mindig csináltam. Kint a határba dolgoztam, még mikor ráértem, akkor azt. Nagyon szeretek kézimunkázni, már gyerekkoromban nagyon szerettem, és itt adódott az alkalom, hogy megalakultak itt a kézimunkacsoport a faluba, és én ott az első közt már járogattam a munkám mellett, mert dolgozónő voltam, és nagyon szerettem kézimunkázni, és horgolni különösen, de szeretek mindenfélét. Goblint is varok, hímzést is tudok, de leginkább a horgolás megy. Hagyományos horgolást, az a klasszikus recehorgolás és a szallaghorgolást készítem. Hát nagyon szeretem a társaságot elsősorban, még megnyugtató a kézimunka, nagyon. Én 3 váltásban dolgoztam, mint szövőnő, és mikor este hazaértem, akkor fáradtságot úgy tudtam leadni egy kicsikét, hogy leültem a fotelba, és ha csak egy sort horgoltam, akkor az úgy megnyugtatott egy kicsit, azután tudtam csak lepihenni. Sajnos főleg nyugdíjas asszonyokból tevődik össze. Kevesebben vagyunk ilyen középkorúak, és sajnos fiatalok még nincsenek. De ez is egy tervünk, hogy egy-egy nyári tábor keretein belül elkezdjünk a fiatalokkal foglalkozni. Ugyanis a művelődési központnak vannak ugye néptáncosai, akik szívesen foglalkoznának, vagy ismernék meg ezt a hagyományos hímzést. A hímzés az egy jó kikapcsolódás. A jelenleg is stresszes helyzetben sokunk azt vallja, hogy
egy-egy motívum kivarásával megnyugszik, és szépet is alkot ezáltal. A csoportmunkákon viszont ki tudjuk beszélni talán bánatunkat, örömünket egyaránt, és szívesen járunk csoportra, mert ott mindig egy kis vidám hangulat alakul ki. Mi elértünk egy bizonyos létszámú tagságot a művelődési központban, viszont úgy gondolom, hogy ez a munka kellőképpen mellét egy szakmai tudás nélkül nem tud az lenni, ami egyébként lehetne. És úgy gondoltuk, hogy nem csak a táncosoknál küldjük el a csoportvezetőket továbbképzésre, mivel a Vajdasági Magyar Folklórközpontnál nyílt lehetőség arra, hogy hímző, illetve fazekas tanfolyamra, 2 éves tanfolyammal küldjük el a csoportvezetőinket, így mindkettő elvégezte ezt a 2 éves tanfolyamot, és úgy gondolom, ezzel a munkán azért lényegében változtatott, tehát minőséget hozott a munkájukban, és valamilyen távlatokat is nyitott az egészben, ugyanis ők ott ugye tájegységeket ismertek meg, azt az elméleti és gyakorlati tudást, amit megszereztek, azt át tudják adni az asszonyoknak. Tehát új dolgokat tudnak tanulni, illetve vissza tudnak nyúlni a hagyományokhoz, és ez mindenképpen jó. Meg kell mondjam, hogy van egyfajta együttműködés, illetve egyfajta igény arra, amit az asszonyok készítenek a község részéről is, és a helyi közösség részéről is. Helyi közösség is hangsúly fektet arra, hogy helyi emberektől vásároljon meg olyan ajándéktárgyakat, amit aztán ugye a delegációk elvisznek egy-egy testvértelepülésre, vagy bármelyik pontjára az országnak, illetve a környező országoknak. Az asszonyok készítenek ilyen emléktárgyakat, főleg a kunhímzés van itt, ami szerepet játszik, és szép dolgok készülnek, használati tárgyak készülnek, amiket érdemes elvinni, és érdemes velük megmutatkozni, illetve a falunak, a művelődési központnak a nevét továbbvinni. Április 24-e és 29-e között 34. alkalommal zajlott le a NOMUS, az Újvidéki Komoly Zenei Fesztivál. Az idei program vezérfonala az új utak keresése volt. A fesztivál történetében az alapvető kamarazenei jelleg mellett mindig voltak más műfajú programok is. Szimfonikus koncertek, opera és balett előadások, jazzestek, kórusprogramok és audiovizuális projektek. Ezúttal még kifejezettebb volt a szemle frissebb arculatát célzó törekvés. A NOMUS ünnepi megnyitója is újítás jegyében kezdődött. Az Újvidéki Színház művészei a Művészeti Akadémia növendékeinek közreműködésével Miroslav Antics versoraira mutattak be rendkívül hatásos összeállítást Táborosi Margaréta színpadi és koreográfiai feldolgozásában. Ennek a hangulatkeltő, dinamikus bevezetőnek a végén vágta át jelképesen a szallagot Vanya Vucsenovics Újvidék alpolgármestere, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a nemzetközileg elismert NOMUS azoknak a nyomatékos érveknek egyike, amelyek által Újvidék 2021-ben elnyerheti az Európa Kulturális Fővárosa címet. A NOMUS, amelyet az Újvidéki Zenekedvelő Ifjúság szervez, a szerbiai művelődési intézmények számos gondja ellenére azt bizonyítja, hogy odaadó munkával és kellő lelkesedéssel nagy dolgokat is meg lehet valósítani. I prijatno je ovo raditi i teško. Ako ovakvim koncertima, ovakvim događajima bar malo doprinosimo sticanju dobre reputacije, dobrih domaćina, siguran sam da ćemo kroz 2 godine možda steći onu laskavu kandidaturu Evropske prestolnice kulture. A megnyitó koncert vendége a belgrádi Filharmónia zenekara volt Dmitrij Szitkovecki neves hegedőművész vezetésével.
A műsor első számaként Arvo Part észszármazású zeneszerző Szerzetesek című kompozíciója hangzott el hegedűre, vonószenekarra és ütőkre készült változatban. Szitkovecki, aki egy személyben töltötte be szólista és karmester szerepét, jó érzékkel keltette életre az ismert szerzemény vallási érzelmekkel átszőtt sötét misztikumát. A teljes interpretációt valójában Szitkovecki játékának átütő virtuozitása, valamint hegedűjének világos színezetű szárnyaló tónusa uralta. Az újvidéki közönségnek alkalma volt hallani olyan zeneszerzőt is, mint a brit Jocelyn Pook, aki karrierje során Stanley Kubrick és Martin Scorsese a filmes szakma nagyjaival működött együtt. Jocelyn különböző hagyományos zenei elemeket ötvöz egyé, szövegileg pedig jelképes összetettséget alkot. Nagyon élvezetes, amikor írsz, alkotsz valamit és először hallod, akkor úgy érzed, hogy abban a pillanatban keletkezett, született meg a mű. Én legtöbbször otthon, zongorán alkotok, és csak amikor találkozom a zenészekkel és elpróbáljuk, akkor kap életet is a darab. Ez nagyon izgalmas. A szemlén a bécsi Brahms Trio a Városháza dísztermében tartott koncertet, a Szerb Nemzeti Színházban pedig az olaszországi Soccadro Italiano együttes lépett fel. De az azerbajdzsáni származású jazz királynőjeként emlegetett Aziza Mustafa Zadeh is bemutatkozott. Aziza előadásaiban saját spontán improvizációit szövi bele Verdi, Puccini, Handel vagy Ravel eredeti zeneműveibe. A fesztivált az Újvidéki zsinagógában a Vajdasági Szimfonikus Zenekar zárta Berislav Szkenderovics vezényletével, szólistaként pedig közreműködött Kinka Rita. A Napsugár Magyar Kultúrkör szervezésében jött el Újvidékre Hardi Horváth Mária operaénekes. A művésznő magyar szerzők műveiből tartott koncertet a Mária neve templomban. Az Újvidéki Napsugár Kultúrkör szervezésében önálló koncertet tartott Hardi Horváth Mária kiskunhalasi operaénekesnő a tartományi Székvárosi Mária neve nagy templomban. Az volt az első dolgom, hogy Nikanne, gyere nézzük meg a neten, hogy hova is megyünk, és hát elképedtünk a templom, a tér szépségétől, de amikor az ember ideér, és ugye látja maga körül ezt a hatalmas nyüzsgést, rengeteg ember is élettel teli, gyönyörű, és hát gyönyörű ez a templom is. Ez a legkényelmesebb, hogy őszinték legyünk, hiszen az akusztika viszi a hangot, tehát az embernek nem kell nagyon erőlködni, jól visszahallja magát, jól hallja a hangszert, úgyhogy a templomban énekelni mindenképpen nem csak a lelki értéke, hanem maga a hangtechnikai értéke is kiváló. A művésznő fellépett már régebben is Vajdaságban. Egy évvel ezelőtt Szent Tamáson énekeltem. Ott egy kórussal jöttem, mint szólista, és kértek két-három magyar népdal eléneklésére, úgyhogy nem olyan régen jártam Szerbiában éneklés kapcsán. Dankó József első alkalommal jött Újvidékre. Teljesen el vagyok ragadtatva a várostól. Ahogy jöttünk, bár nem sok mindent látunk még Újvidékből, de itt a központ, hát az egy örök emlék. Ahogy jöttünk, meg kell, hogy állapítsam, hogy a bácskai kisvárosok, nagyvárosok annyira ugyanazt a jellegzetességet mutatják. Nagyon sokszor azt éreztem, mintha akár Szegeden lennék, vagy még akár Bajához is hasonlót, ahonnét én most jöttem. Kiskunhalason nincs opera, csak egy filmszínház és mozi.
kicsi város, hát nyilván lényegesen kisebb, mint Újvidék, és ezért az igény is sokkal kevesebb. Ettől függetlenül mi azért igyekszünk egy kicsit mozogni, mert tavaly csináltunk egy Operódia című opera keresztmetszetet, ami több operából lett összeollozva. Zöldi Nikolett 2 éve Hardi Horváth Mária növendéke. 5 évig énekeltem népdalt a gimnáziumomban. Utána elkezdtem zongorát a zeneiskolában, Kiskunhalason, és ott találkoztam Mária tanárnővel is, és nagyon megtetszett az, ahogyan foglalkozik a gyerekekkel, illetve hát ez a műfaj is kezdett vonzani már, ugye a klasszikus zenén keresztül, és így úgy döntöttem, hogy beiratkozom hozzá. Az opera énekesnő szerint a tanári hivatásban fontos az önismeret. Ez nem olyan, mint a matematika, tehát ezt nem lehet lelogikázni, és bár hasonlóak vagyunk, de mégsem vagyunk egyformák. Mindenkinek a hangszere, ugye a testünk a hangszerünk, és meg kell ismerni a saját teste működését, a saját idegrendszerének a működését ahhoz, hogy nagyon jól tudja a hangot irányítani, és bármilyen helyzetben, tehát nyilván a templom áldásos akusztikája mindig segítőkész, még ha egy kicsit az énekes betegebb is, de bármilyen helyzetben a lehető legjobbat tudja kihozni magából. Az opera éneklés fizikailag is megerőltető, de a lélek erejét is próbára teszi. Az embernek rá kell jönnie olyan dolgokra magával kapcsolatban, mind lelkileg, mind ugye testileg, ami előhozza ezeket a hatalmas nagy hangokat, ami már Mária tanárnőnek van. Dankó József zenetanár a Bajai Zeneiskolában. A hivatása megköveteli, hogy egyedi módon viszonyuljon minden növendékéhez. Ez növendék kérdése, van, akivel nagyon könnyen megy, és nagyon jól lehet haladni, aztán van, akivel roppan nehezen, és hát természetesen még közte is azért szerepel egy-két kategória, de nekünk annyival egyszerűbb a zongora oktatásban, hogy nekünk azért készen vannak a hangok, csak a billentyűt kell eljátszani, nem is tudom összehasonlítani ezt a vonós hangszerek némelyikével, ahol meg kell keresni a hangot. Zöldi Nikolettet felvették a budapesti Bartók Béla konzervatóriumba. Az első tervem, hogy bejussak Szegeden az egyetemre, utána pedig operaénekesnő szeretnék lenni, úgy, ahogy a Marcsi. Én úgy gondolom, hogyha az ember kellő időben van jó helyen, akkor meg tudja teremteni magának azt a légkört, hogy bejusson egy akár operaházba, vagy bármilyen kisebb színházba, de az én célom főleg Bécs. Ugye a bécsi egyetemre is hát tervezem, hogy majd kijutok egyszer. Hardi Horváth Mária ismert opera és operett betét dalokból állította össze repertoáriát. Puccini mellett Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Kálmán Imre, Kodály Zoltán és Erkel Ferenc műveit hallhatta az újvidéki közönség. Az itteni repertoárnak is az volt a fő célja. Nyilván egy kicsit ugye kedveztem a saját számíze felé Puccinivel és Dölibbel, a Lakmé duettel, de az volt a cél elsősorban, hogy magyaroknak, magyarul, magyar szerzőktől, amennyire csak lehet, ez volt a cél. A zongora művésznek nem volt könnyű dolga, mert helyettesítenie kellett az egész zenekart. Ez mindig egy kihívás egy zongorista számára. Van egy kottakép, amit így megkapunk, de hát annyira nem zongoraszerű, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy kicsit nyilván a zenekari átirat, és ezen meg kell dolgozni. Furcsán vannak fölrakva a harmóniák és az akkordok. Aztán a másik, amit nagyon nehéz, ugye egy zenekarnak vannak különböző jellegzetességű hangszerei. Az egyik jobban sír, a másik jobban nevet hangszer, és ezt nagyon nehéz zongorával hát gyakorlatilag lehet. Hardi Horváth Máriának nagyon megtetszett Újvidék, és reméli, hogy a közeljövőben ismét felléphet majd a városban. A jelenlétet látták. Tartsanak velünk a jövő héten is.